Pénteken a karácsonyi bulin az egyik kollégám megjegyezte, hogy mi van, nem jött be ez a kávés üzlet. Na és ezt miből gondoltál? Hát még mindig ott ülök a céges bulin, és nem vagyok már. Na, nem Ferrari-val jöttem, tudod. Ah. Mert akinek bejön, az így rögtön. Az rögtön. Tehát a jövő hónapban már kifizeti a lakást, aha, a svájci frank hitelét, és nyáron már se szel szigetek természetesen egy hónapra. Az jó üzlet lehet. Kár, hogy nem létezik. És tényleg olyan, hogy az ember ellamentál rajta, hogy sok ember hogy gondolja, hogy milyen a jó üzletek. Uh-huh. Nem kell befektetni semmit, nem kell kockáztatni semmit. Uh-huh. Nagyon csinálni se kell semmit, mert hát ki akar dolgozni. Uh-huh. És akkor úgy elkezd a pénz ömleni, értele. Uh-huh. Gyűl a lé. És nem rakja össze a fejébe, hogy ugye vár erre a fajta lehetőségre, a nagy semmiből a nagy valami, és sose jön el, és ő mindig keresi a bújja az internetet, hogy hol vannak jó üzleti lehetőségek, uh-huh, hogy valahogy ez nem fog, ez ilyen nincs, tehát ez Alice csodaországban. Igen, de igen. Hát szerintem még sose beszélgetett olyan szakemberrel, aki ilyen kvázi gazdasági tanácsadó, mert az ugye úgyis azzal kezdi, hogy és mennyit tudsz befektetni, mennyi pénzed van erre. Ha meg még sincs, akkor meg valami nagyon olyat kell tudnod, ami világra szóló, vagy valami egyedi. Szóval az az igazság, hogy igen, az üzlet, az nem rossz. Majd a kollégám is észreveszi, de ez nem olyan üzlet, amelyik egyik napról a másikra. És én mindig azt mondom, hogy terelget. Ez az üzlet engem mindenképpen terelget abba az irányba, hogy észre lehet menni, hogy hol vannak nekem ilyen fehér foltok az agyamban, hogy azt a területet, azt még nekem meg kellene tanulni. Uh-huh. És vagy beleállok és keresek egy szakértőt, akitől megtanulhatom, uh-huh, vagy csak megyeget a dolog. Tehát egyszerűen, ha azt az akarát nem tud megugrani, akkor nem tudsz tovább menni. Ez igen, olyan, mint egy számítógépes játék. Uh-huh. Hát ez a szép benne, hogy fejlődésre ösztönöz. Mert vagy két lehetőséged van, ha nem megy, vagy hibáztatod a világot, meg az összes többieket, meg a rendszert, meg biztos a cég rossz, ezért van az, hogy van, aki átugrál egyik cégből a másikba, már a 25-nél tart, mert nem jön rá, hogy nem a cég a rossz. Ő csinálja rosszul. Így van. De ahhoz, hogy ezt elismerd, kell egyfajta szerénységnek, vagy alázatnak lenni. Igen, van alázat. Hogy beismerjem, hogy hopp, én hibáztam, én csináltam rosszul, és ezen lehet segíteni, ez a jó hír, hogyha tanulsz. Hát igen. Ezt tudod, mi ez, amit a sikerkóron tanultunk az Ádámtól, hogy minden, ami az életedben történik, az a te felelősséged. És innentől kezdve szabad vagy, basszus. Mert ha a te felelősséged, ha te csináltad, akkor te is tudod helyrehozni. Ez tök egyszerű. Én nekem ez tök szuper érzés, tehát én ettől felszabadultam, hogy... Igen. Hogy ez az én dolgom. Saját erődre való ébredést, nem? Igen. Megtehetem. Igen. Képezhetem magam, és ma már tényleg annyi anyag elérhető. Bármi. YouTube-on, bárhol videókat tudsz nézni, szakkönyveket tudsz vásárolni, tanfolyamra el tudsz menni. Csak hát ez... Még igazából pénzbe se kerül, mert egy YouTube videót hát ingyen tettek. Az nem. Igen. Jó, mondjuk vannak a fizetős, meg tanfolyamok, meg minden, de... Nem igazán pénzkérdés, ez akarat kérdése. Hát meg első lépésként a felismerés, hogy, uh-huh, hogy tehát magamon kell változtatni. De jó lenne, ha ezt sokan megértenék, hogy csak az agyuk a korlátja, a gondolkodás módjuk a korlátja annak, hogy ők bármit elérhessenek. Szerintem, ha ezt valaki tömegekhez el tudná juttatni ezt a gondolatot, úgyhogy ez a mag ki is csirázzon, az nagyon nagy jót tenne az emberiséggel. Próbálják sokan.